Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, most hallgassuk meg Isten igéjét. Két részletbe fogom olvasni az igét. Először felolvasom a 38 éve beteg ember történetét, utána pedig azt a szakaszt, ahol Jézus nagyon komoly isteni kinyilatkoztatásokat tesz önmagáról és a mi jövőnkről. János evangélium 5. fejezetéből olvasom az igét. Az 5. verstől most a 15. versig olvasom először Isten igét. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már ilyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, már más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Urunk, áldunk téged, hogy te, amikor emberré lettél és közöttünk lakoztál, akkor szerte jártál és jót cselekedtél mindenekkel. De áldunk, Uram, azért is, hogy most is ugyanezt a szolgálatot végzed és végezteted a te népeddel, egyházaddal. És olyan megszégyenítő, Uram, ha mi, a te néped, nem végezzük azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztál. Kérünk, Uram, hogy munkálkodj közöttünk ma is, hiszen szent lelkeddel jelen vagy közöttünk, indítod a te népedet szolgálatra, rólad szóló tanúságtételre, hogy valóban az emberek megismerhessenek téged, hogy láthassák a te hatalmadat, a te isteni voltodat. Áldunk, Uram, a te kegyelmes szeretetedért, irgalmas szívedért, és kérünk, hogy velünk is légy kegyelmes, légy hozzánk irgalmas, Urunk, és könyörülj mi rajtunk, hiszen minket is sokféle betegség gyötör, sokszor nem is testiek, hanem lelkiek. Gyötörnek bennünket a mi bűneink és engedetlenségeink, és sokszor mi is azért vagyunk betegek, ahogy ez az ember is a vétkei miatt kapott büntetésként betegséget, de Uram, ez is a te kegyelmednek a jele, ahogy énekeltük is, ha nem értjük a vesződet, hogy miért, akkor te mindig megmutatod, mindig rávezetsz bennünket, és ezért hálás a mi szívünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha az ember egy hétig szenved az influenzától, akkor már sokszor oda vagyunk, és türelmetlenek vagyunk, és alig tudjuk elhordozni. És mi az ehhez képest, ha valaki 38 éven keresztül, a fél életén keresztül beteg. Méghozzá súlyos beteg, hiszen ott fekszik a Betesda csarnokába, és várja a gyógyulás lehetőségét, ami 38 éven keresztül elkerülte őt. Kicsit furcsa, ahogy Jézus odalép hozzá, miután megtudja, hogy milyen régóta beteg ez az ember, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni.
Az ember azt gondolja, hogy hát ez fölösleges kérdés, hát hogy ne akarna egy beteg ember meggyógyulni. De nem így van. Tessék elhinni, ez egyáltalán nem így van. Az emberek sokszor már abból élnek, hogy betegek. Hát emlékszem, talán egy 10 évvel ezelőtt történhetett, hogy felülvizsgálták a leszázalékolt embereket, és akiket egészségessé nyilvánítottak, azok fel voltak háborodva. Hát hiszen ők már abból éltek, hogy beteg, kapták a segélyeket, hát ők igazán nem akartak meggyógyulni. De vannak emberek, akik valóban nem akarnak meggyógyulni. Ismertem olyan valakit, aki tulajdonképpen az egész gyülekezetet mozgatta, mert mindenki vele foglalkozott. Tolókocsis volt. És mindenki azt hitte, hogy hát az a dolga, hogy ezt az asszony pátyolgassa. És rájöttem, hogy ez az asszony ezt tudna járni. És tessenek elképzelni, mikor egy csendes héten az az asszony, akit éveken keresztül mindenki csak tolókocsival járt, látott, egyszer csak besétált az ebédlőbe, 100 ember szeme láttára, szabadon. Hát mindenki azt hitte, hogy valami különleges csoda történt. Én aztán, mikor nem volt ott az asszony, elmondtam, hogy ne tessenek elmesélni, hogy Pilis Csabán mekkora csoda történt. Ugyan csoda történt, de nem fizikai értelemben, nem biológiai értelemben, hanem egyszerűen azt mondtam neki, én többet nem állok vele szóba, ha ki nem száll ebből a kocsiból. Hát kiszállt a kocsiból. Tehát nem biztos, hogy egy ember meg akar gyógyulni. Mert ő abból él, hogy beteg. Mert ezért szeretgetik, ezért veszik körül, ezért támogatják őt. Hát ő már ebből él. És tessék elhinni, Jézusnak ezek a kérdései nem felesleges dolgok. És ő nem gyógyította volna meg ezt az embert, ha azt mondta volna, Uram, mit kezdjek én már az egészségemmel? Én már nem tudok dolgozni, én semmihez nem értek. Hát ha én meggyógyulok, akkor miből fogok élni? Hiszen ezeket az embereket végül is eltartották. Jöttek a vallásosak, ebben a csarnokban is nyilván kialakult egy közösség, megvoltak ott a vezető személyiségek, megvoltak ott, akik szétosztották a segélyt, jöttek az adakozók, megvan ennek a légköre, akár egy szanatóriumba, akár egy kórházba, akár csak egy öreg otthonba. És az emberek megtanulnak ebben a közösségben élni, és lehet, hogy nem is akar meggyógyulni. Ezért kérdezi meg Jézus. De tessék elhinni, hogy itt egy beteg emberről van szó, és nem én mondom, hanem az Úr Jézus mondja, hogy ez az ember a bűne miatt lett beteg. Hát nem tudjuk, mi volt a bűne, mert azt nem árulja el az ige, de nem is tartozik ránk. Minden esetre a Bibliában többször találkozunk azzal, hogy a betegség nem a bűn következménye. Jézus is mondja. De találkozunk olyannal is, mint ez az eset is, mikor a betegség a bűn következménye. És én magamról is tudom, hogy a bűn önmagában betegség, egy súlyos lelki betegség a bűn. Tehát nagyon sokszor mi nekünk a bűn az egy olyan súlyos betegségünk, amit nem biztos, hogy diagnosztizálunk, nem biztos, hogy felismerünk, nem biztos, hogy megértünk, de az Isten igéje leleplez bennünket, ő rávilágít, hogy mélyen ott valahol belül beteg vagy. És ennek az embernek is ugye a bűne okozta a betegséget, de hát az egész Biblia teljesen világossá teszi, hogy a bűn, a betegség és a halál. Ezek összetartozó dolgok, és ez a mi ősbukásunk következménye. Nem így tervezte Isten ezt a világot. Ez a megromlott, bukott világ következménye. Tehát az is egy következmény, hogy egy járvány végig söpör rajtunk. Ez nem azért van, mert éppen én vagy te bűnösek vagyunk, vagy mit tettünk, hanem egyszerűen az a létünk nyomorúságának a következményei. Tehát ahogy mi élünk ebben a bukott világban, sok-sok nyomorúságon kell átmennünk, ahogy az ige mondja. Tehát nagyon meg kellene értenünk a mi úrunkat, hogy ő viszont meg akarja gyógyítani az egész embert. És látjátok, találkozik vele a templomba. És ott újra szól neki Jézus, mert látja, hogy ez az ember nem változott meg a szívébe. Meggyógyult fizikailag, biológiai értelemben, de a szíve nem gyógyult meg. És én meg vagyok róla győződve, hogy a mi igazi halálos betegségünk az a lelki betegségünk.
amit mi bűnnek szoktunk nevezni. Az Isten törvényét megszegjük. Ahogy ebben az énekben is énekeltük, hogy nem tudjuk teljesíteni az Isten törvényét. Augustinus ezt így fogalmazta meg, hogy az ember nem tud nem vétkezni. A Pál apostol pedig a bűn törvényéről beszélt. Tehát egy olyan rettenetes betegsége van minden embernek, kivétel nélkül, ami aztán végül is halálos. És Jézus Krisztusnak a gyógyítási csodái, azok nem, tehát nem úgy kell felfogni, hogy Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket. Hát aki így gondolkodik, teljesen félreérti őt, ezek jelek. Az ő csodatevő munkája, az részben az ő személyi igazolványa, hogy én az vagyok, akit ti váltatok. És bemutatja az ő csodáival, hogy igenis neki van hatalma. Majd erre visszatérek, mert a majdan felolvasott igékből kiderül, hogy Jézus ezt visszautalja az atyára, ezt a hatalmat. De minden esetre látjuk, hogy Jézusnak egy szavába került, vedd az ágyadat és járj, és abban a pillanatban meggyógyul ez az ember. És ugyanígy látom, és a magam életében is, mások életében is látom, hogy az a halálos betegség, amit mi bűnnek nevezünk, az ugyanilyen gyorsan meggyógyulhat. Csak minket is megkérdez az Úr, akarsz-e meggyógyulni a bűneidből? De ezt a kérdést a Biblia nagyon sokszor másképp teszi be fel, vagy éppen felszólító módban azt mondja, hogy akarsz megtérni? Térj meg! Mert tulajdonképpen a bűnből való gyógyulásunknak ez az egyetlen úgy, hogy én megtérek. Kihez? Istenhez. Mert sokan félreértik ám ezt, és nagyon-nagyon félreérthető, mert történetesen van egy szenvedélybeteg ember, legyen az alkohol, vagy kábítószer, vagy játékszenvedély, akkor mindenki azt látja, hogy hát ez a szerencsétlen ember rabja ennek a szenvedélynek, tehát úgy gondolják, ha meggyógyul az alkoholból, ha kitisztul a kábítószerből, ha le tudja tenni a játékszenvedélyét, akkor minden rendben van. Hát nem így van. Tehát nekünk nem egyes bűnökből kell megtérni, hát abból is meg kell térni természetesen, de nekünk az ige így mondja, Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Tehát a megtérés az nem egy, meg kettő, meg tíz bűnből való megtérés, hanem azt jelenti, hogy én, aki elszakadtam az élő Istentől, most visszatérek hozzá, és majd ő meggyógyít. És akkor, mikor az ember eljut oda, hogy látja, hogy igen, az én szívem beteg, hogy halálosan beteg, és akkor megkérdezi az Úr, akarod, hogy meggyógyítsalak? A bűn halálos betegségéből, a kigyómarásból. És akkor mondhatja az ember, nem uram, én jól érzem ebben magamat. És tessék elhinni, hogy egy alkoholista ember nagyon sokáig nem akar meggyógyulni. Nem akar. Mert tulajdonképpen az adja neki a napi örömöket. Tehát ne is csapjuk be magunkat, az ember nagyon sokszor a bűneivel szerzi meg az élet örömét. És akkor az ember azt mondja, hát hagyjanak engem békébe, én nem akarok ebből meggyógyulni. De eljuthat oda, és ez Isten munkája, hogy eljuttat oda. Mikor végre kimondom, igen uram, gyógyíts meg, szeretnék meggyógyulni. És ez tényleg el kell ide jutni, olyan jó jelenet volt egy kis alkoholos mentőcsoport ott Érden, és akkor az egyik idősebb alkoholista testvér, aki már megtért, bizonságot tett, hogy őt hogy szabadította meg az Úr. És egy ilyen nagy darab, strand fiatalember két hete járt oda, fölpattant, és rám nézve fölháborodottan azt mondta, akkor engem miért nem szabadít meg az Úr? Hát mondtam neki, hogy az Úr a te kezedből nem fogja kitépni a poharat. Neked kell odaadni.
Ezért ez a kérdés, mert igenis Jézus azt mondja, ha akarsz a betegségedben maradni, maradj. Ha a bűneidben akarsz maradni, nagyon sajnálok, de maradj. Tehát az embernek van szabadsága a nemet mondani Istennek. Igen, ám csak, hogy ez életveszélyes játék. Erről Jézus soha nem hallgat, hogy veszélyes dolog őt elutasítani, veszélyes megmaradni a bűneimbe, mert az élet pusztító dolog. Tehát ugye a Biblia azért mindig csak, és tényleg mindig, és elsősorban lelki könyv, és ezt kell megérteni, hogy ebben a történetben is olyan gyönyörűen elénk adja, hogy lehet élni egy ilyen közösségben, mint amilyen kialakul egy ilyen Betesda csarnokba, és lehet élni mindenféle bandába és galeribe, lehet élni mindenféle haverokkal, de aztán egyszer csak eljön a pillanat, mikor kiderül, amit az az ember mond, hogy nincs emberem. Nincs emberem, aki segítsen rajtam. Ott lehet, hogy haverok vagyunk, lehet, hogy nagyon jó érezzük magunkat, csak éppen amikor bajba vagyok, akkor végem van. Ahogy egy fiú mondta el nekem, hogy ő volt a galéri központja, mert ő otthon jólmódú család, otthon lopta a pénzt, vitte a gyerekeknek, azon vette a kábítószert, ő volt a nagyfiú. Aztán otthon lebukott, többet nem tudott pénzt hozni, akkor derült ki, hát hogy ő egy senki. Ő csak a pénzét szerették a barátai. Teljesen kiábrándult a barátaiból, mert azt hitte, hogy ezek komolyan a barátai, de kiderült, hogy csak a haverjai. Tehát kiderül, hogy nincs embere sokszor valakinek, ugye? Nagyon sokszor látjuk, hogy egyedül vagyunk. Nincs, aki segítsen rajtam. Amíg nem vagyok bajba, addig minden megy, de ha bajba vagyok, akkor kiderül, hogy egyedül maradok, és nincs emberem. A gazdag és a Lázár történetében is olyan megrendítő, hogy Jézus elmondja, hogy ott fekszik a koldus a gazdag kapujába, és Jézus így mondja, csak a kutyák jöttek és nyalták a sebeit. Magyarul nem volt embere, annak se volt embere, de aztán jöttek az angyalok. Embere nem volt, de jöttek az angyalok. Itt is embere nem volt, de van Istene, aki nem hagyta tovább ezt az embert szenvedni. És jött Jézus, és egyszerűen megoldja a problémát egy pillanat alatt. És higgyük el, hogy nem a biológiai betegség a legnagyobb bajunk. Nem is a biológiai halál a legnagyobb bajunk, hanem a lelki baj, a lelki betegség. És a bűnnek nagyon sokszor aztán az egészség, az áldozat, illetve akár halált is okozhat. Éppen holnap után fogok temetni egy 39 éves fiatalembert. Ott van a hívő édesanyja, hiába könyörgött. Ital, kábítószer, vége. 39 éves, egy strom férfi. Egyik pillanatról másikra meghalt. Tehát ez nem játék, és mi vitte ide? Hát nem a biológiai problémái, mert egy nagyon stram fizikai erőben lévő férfi volt. Hát a bűne. A bűne vitte oda. De tessék elhinni, hogy a mi Urunk nagyon szeret bennünket, tényleg mindannyiunkat. És pont azért, mert szeret bennünket, ezért ő keres meg minket. Ez a férfi nem is hallott Jézusról, látjátok, még azt se tudja, milyen, ki gyógyította meg. De Jézus megáll mellette, és segít rajta. És megáll mellettünk is, megszólít, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz megtérni? Akarsz szabadulni a bűneidből? És akkor azt kell mondani, igen, vagy azt, hogy nem. És aztán számolni a következményekkel. A történetben aztán egy olyan fordulat következik be, meggyógyul ez a férfi, felveszi az ágyát, nyilván egy kis sarogja, vagy egy kis hordágy, amin ő feküdt, aztán viszi, és rászólnak, mert jönnek a vallási fanatikusok, rászólnak, hogy nem tudod, hogy szombat van, nem viheted az ágyadat, hát szombat van. És megkérdezik, ki gyógyított meg? Ki mondta azt, hogy te vedd fel az ágyadat? És az ember egy kicsit el is gondolkodik, hogy Jézus tudatosan provokálja a zsidókat a szombat kérdésével.
Igen. Nem itt, hanem gyakran. Nem csak itt, hanem gyakran. Igen, tudatosan provokálja őket. Sőt, támadja a szombat hitüket. Miért? Hát nem ért egyet azzal a vallásos gondolkodással? Azzal nem. Azért, mert ennek a gondolkodásnak volt egy rettenetes rákfenéje. Ekkor már a szombat volt a megváltó. Most a szó legteljesebb értelmében. A Talmudban olvastam, hogy nem tudom melyik zsidó királyról írja az egyik rabbi, hogy igaz, hogy gyilkos volt, igaz, hogy parázna volt, de mivel megtartotta a szombatot, ezért üdvözült. Tetszik érteni a problémát? 1500 rendelkezést fűztek a mózesi szombat törvényhez. 1500 rendelkezést. Tessék ezt elképzelni. És azt mondták, aki megtartja a szombatot, az üdvözül. Tehát akkor ki üdvözít kit? Én magamat, mert én megtartom a szombatot. Na ezért támadta Jézus. Tulajdonképpen a szombat antikrisztussá vált. Egy ellen Krisztussá vált. És ma is van ilyen tanítást, megkaptam, én meg is átkoztak, mert megmondták, hogy nem ott van a Bibliában, hogy a szombat. És aki nem tartja meg a szombatot, az nem üdvözül. Van olyan gyülekezet, amelyik ezt tanítja. Na de könyörgöm, akkor nem elég Jézus Krisztus keresztáldozata? Nekem még ezt is, meg azt is hozzá kell tenni. Pál micsoda rettenetes ítéletet mond a Galaták felett. Ha ti körülmetélkedtek, nektek a Krisztus nem használ semmit. Miért mondja? Mert a Krisztus áldozatához, a kereszthez én nem teltek hozzá semmit. Magyarul én semmit nem teltek az üdvösségemért. Mindent elvégezett a mi Urunk. Ki mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Az elég. Csak ő elég. Csak ez elég. És amelyik szembe megy, és hogy még jobban megértsétek ezt a szombat kérdést, kaptam egy könyvet, Ellen G. White Harc című könyvét, olvasgatom, megtaláltam a csapdát. Azt írja szó szerint, ha az egész világon a szombatot ünnepelnék, megszűnne a bűn. Hát ezt tessék meggondolni. Hát ez egy antikrisztusi tanítás. Hát attól szűnik meg a bűn, hogy mi mindannyian szombatot ünnepelünk. Hát akkor mi vagyunk a megváltók. Hát ez egy rettenetes tanítás. Hát hogy lehet, akkor Krisztus miért halt meg a kereszten, ha mi megoldjuk a problémáinkat? Na hát, ami Krisztus helyett, vagy ellen, arra mondja a Biblia, hogy antikrisztusi. És ez nem vallási sértegetés. Hát Jézus akkor vallási sértegető. Mert ő a saját népét ezzel a szombat kérdéssel mindig megsértette. Sőt, azt mondta, a Máté 15-be tessenek elolvasni, az Úr Jézus azt mondja, hogy a ti hagyományaitokért szépen félreteszitek az Isten parancsolatait. És azt mondja, hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. A misna ez foglalta össze azokat a tanításokat, amelyeket a zsidó rabbik úgy szépen nemzedékről nemzedékre kialakítottak. Erről többet nem is szeretnék mondani, csak értsük meg, hogy Jézus miért provokálja őket a szombattal. Azért, mert ha ebbe hisznek, el fognak kárhozni. Aki abba hisz, hogy ha ezt teszem, azt teszem, megtartom a szombatot, nem eszek disznóhúst, böjtölök, és így tovább, aki azt hiszi, hogy ezért üdvözül, az biztos, hogy elkárhozik. Na ezért Jézus kemény, és nem enged a szombat kérdésből. Mert tudja, hogy az ő drága népének ez a kárhozatot jelenti, mert üdvösség csak a Krisztus keresztjében van, semmi másban. És ezt kell megérteni, mert ez az igazi evangélium. Most ugye ez az ember találkozik Jézussal, és nagyon furcsa dolog történik, nem foglalkozik sokat vele az ige, csak megjegyzem, Jézus azt mondja, aggódva mondja neki, hogy meggyógyultál, többet ne vétkezzél, hogy nehogy rosszabb dolgod legyen. Erre elmegy és följelenti Jézust.
Hát lehet, hogy ő nem gondolt bele, hogy, mert ugye megkapta a kérdést, ki az, aki azt mondta. Lehet, hogy ő ebben nem is gondol bele, hogy ő mit tesz. Remélem, hogy így volt, és hogy nem rossz indulat, hát valószínű nem rossz indulat, hanem egy naivitás van mögött, tehát ha már megkérdezték, ki az, aki meggyógyított, hát akkor elment és megmondta. Erre elkezdik üldözni Jézust, és most olvasom tovább, mert tulajdonképpen az egész történet csattanója ezután következik. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok, mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagába élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagába. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Tehát Jézus most, amikor őt meg akarják ölni, ott van ez a vallási fanatikus harag vele szemben, akkor ő nem dühöng. De még csak egy kicsit se haragszik rájuk. Hiszen mentő szeretettel meg akarja velük értetni, hogy ő kicsoda. És hogy nekik az ő hitük szerint, hát megjött a Messiás, hát én vagyok a Krisztus. Hát tulajdonképpen el akarja nekik magyarázni, hogy hát emberek, térjetek már végre észre, és fogjátok fel, hogy az atya küldött engem. Ezt magyarázza szépen el nekik. És nem haragszik, hogy meg akarják kövezni, nem haragszik, hogy meg akarják ölni, mert látja jól, hogy nem értik a dolgok lényegét. És szépen, higgadtan elmagyarázza nekik. Még meg is esküszik Jézus, mert ez a bizony-bizony mondom, ez azt jelenti, ugye, hogy amen, amen, ugye a görögben így van, tehát hogy ez egy esküformula Jézus szájába, tehát ő megesküszik, hogy amit mond, az úgy van. És én nekem ez olyan megható, hogy ott van ez a... Hát önmagában szerencsétlen társaság, ott örjöngenek a szombat miatt, és akkor még fölháborodnak, mert Jézus atyának nevezi az Istent, és Jézus teljesen nyugodt szeretettel kijelenti magát nekik. Tessék figyelni, ilyen a mi úrunk. Tehát ő nem olyan, hogy, mint mi, hogy haragra gerjedünk, meg üvöltözünk, meg haragszunk, nem, ő nem ilyen. Ő szépen, higgadtan elmondja az igazságot. Annyira megkapó, és olyan kijelentéseket tesz Jézus, most mindjárt az elején elmondom, mert ahogy felolvastuk, gondolom mindannyian értjük, egy ember ilyeneket nem mondhat. Egy ember ilyeneket nem mondhat. Hogy ő a fiú, és hogy az atya, és az ő kapcsolata, és hogy neki az atya mindent átadott, hogy az ítéletet ő tartja. Tetszik érteni? Hát ezt csak Isten mondhatja. Mert, na de hát ezt ígérte, tegnap is idéztem ugye az Ézsaiás 9.
ötből, hogy egy gyermek születik, egy fiú születik nékünk. Tehát Isten azt ígérte, hogy elküldi az egyszülött fiát, a Szent Háromság Isten második szemét. Azért mer így beszélni Jézus, mert ő Isten. De most emberi formában van. Alárendíteni magát az atyának. Nekem ez annyira szép, tessék elgondolni, azt mondja, a fiú semmit sem tehet, ha nem látja cselekedni az atyát. Micsoda alázat. Hogy Jézus nem olyan gőgös, és nem tehát egyszerre meg kéne tanulni, hogy nekünk embereknek nincs hatalmunk. Hát ha ő ilyen alázatosan azt mondja, hogy ő neki minden hatalma az atyától van, mert most emberré lett. Ugye így mondja a Filippi levél második fejezete róla, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és megalázta magát, mint halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ezért fölmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adományozott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent ért, meghajoljon. Mennyéké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelva vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Pontosan erről van szó, és ezt olyan gyönyörűen elmondja Jézus, hogy nem magának tulajdonítja azt a hatalmat, amit mindig látunk nála. Ha elolvassa az ember a szentek legendáit, vagy beleolvas a Talmudba, mint én máma, akkor az ember nem tudja, sírjon vagy nevesen, mert olyan dolgokat mondanak, például írja az egyik rabbi, hogy Mózes, ugye mivel elvitték József tetemeit az ő kérésére, akkor leírja, hogy Mózes megtudja, hogy az egyiptomiak Józsefet a Nílusba temették el, egy fémkoporsóba. Erre Mózes odaáll a Nílus partjára, parancsol a koporsónak, Józsefnek, az előjön, úszik a fémkoporsó a Níluson, és Mózes elviszi aztán Izraelbe. Hát ugye ez legenda. Ez csak emberi kitalálás. Ilyen dolgokat nem olvashatunk mi a Bibliába. Mi nekünk nincsenek ilyen képességeink, hogy azt se tudom, hol van eltemetve, de ő a Nílus partjáról parancsol, és csak arra hivatkozik a rabbi, hogy na hát Elizeus szavára is úszott a fejsze a vizen. De nem akarják megérteni, hogy nem emberi képességek ezek. Hát egy Elizeus, egy Illés, hát nem azért tesz csodát, mert ők olyan hatalmasok. Hát gondoljunk Illés, ott fekszik a reketje bokor alatt, depresszióba. Vedd el, Uram, az életemet. Na ez az igazi Illés. Tehát a hatalom, ami volt, aznak az Istené. És Jézus milyen alázatos, ő nem ragadja magához a hatalmat, hanem ő teljesen belealázkodik az atya akaratába. Olyan szép az a kép, hogy ugye most nem ember már, nem emberi állapotában van, hanem az atya jobbján ül. És ugye a királyi trón jobbja az azt jelenti, hogy aki a király jobbján ül, az a király jobb keze, aki végrehajtja a király akaratát. Ez annyira szép, nem, hogy Jézusnak mindig ez volt a célja, hogy ő végrehajtsa. És akkor jönnek emberek, és azt gondolják, hogy ő bennünk micsoda erő van. Hát nincsen bennünk erő. Istenben van az erő. És ez olyan szép, hogy Jézus aztán nem mondja, hogy az atya mindent átadott neki. Az ítéletet is. És milyen logikus, tessék elképzelni. Hogy Isten Krisztusban emberré lesz, és akkor az a Krisztus ítél minket, aki emberré lett. Hiszen ő tudja, hogy mit jelent az emberi élet. Így születik igazságos ítélet, mert olyan valaki ítél rajtam, aki átszenvedte az emberi lét minden nyomorúságát. És nem az atya ítél, azt mondja, hanem a fiúnak adta az ítéletet, mert emberfia. Milyen szerető a mi Istenünk, hogy még ebben is azt akarja, hogy olyan valaki ítélkezzen fölöttem, aki ember volt. Aki átélte az emberlét minden kísértését, fájdalmát, nyomorúságát. De
Jézus aztán egészen komolyan újra megesküszik, és azt mondja, aki hisz az ő igéjében, aki hallja az ő igéjét, és hisz abba, akit őt elküldött, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Tehát ez olyan evangélium, testvérek, és ilyet csak Isten mondhat. Hát hogy mondhatná ezt egy ember? Hogy barátom, te ha hiszel bennem, meg hiszel az Istenbe, akkor te üdvözülsz. Ember ilyet nem mondhat. Ilyet csak Isten mondhat. C.S. Lewis, egy zsidó származású angol író, irodalom egyetemi tanár volt, és felnőtt fejjel tért meg, és lett komoly hívő keresztényé. És nála olvastam, hogy mi Jézusról nem beszélhetünk ilyen leereszkedő módon, hogy nagy vallásalapító, erkölcsi zseni, legjobb ember. Azt mondja, ilyet nem mondhatunk Jézusról, aki azt merte mondani magáról, aki engem lát, látja az atyát. Hogy én és az atya egy vagyunk. És most ne botránkozzatok meg, de ő teljesen kiélezi a kérdést. Azt mondja, ilyet csak az mondhat, aki vagy elmebeteg, vagy az ördög megszállottja, vagy maga az Isten. És azt mondja, hogy az nyilvánvaló, hogy Jézusnak semmi baja nem volt a fejével, tehát akkor két lehetőség van. És mit mondtak a zsidók? Azért, mert megtörte a szombatot, azt mondták, ez az ember nem lehet az Istentől való. Belzebubnak, az ördögök fejedelmének hatalmával véghez viszi a csodáit, mert azt nem merték mondani, hogy nem, nincsenek csodák, nem merték mondani, hogy bűnös. Jézus oda mert állni előjük, és azt mondta, közületek, ki tud bűnt rám bizonyítani. Hát ki merné ezt megtenni most, tessék elképzelni közülünk. Ki merné megtenni, pláne mondjuk a családba. Na, ki tud rám bűnt bizonyítani? Hát mindenki tudna. De ő rá az ellenségei se tudtak. Tehát ő azt mondja, C.S. Lewis, itt nincs mese. Vagy valóban ördögi ez az ember, vagy ő maga az Isten fia. És akkor nem tehetsz más, mint leborulva imádod őt. És ő erre jutott. Ez a nagy műveltségű zsidó ember, ez leborult és imádta az Urat. Mert felismerte benne Izrael messiását, a világ megváltóját. És erre akarja rávezetni az Úr ilyen szeretettel az ő népét. Hát szereti őket. Hát meghal értük a kereszten, hát szeret téged meg engem, rá akar vezetni, hogy ki vagyok én neked. Azért mondja el mindig, én vagyok, hogy kicsoda ő nekem. És itt láthatjuk, kicsoda ő nekem. Hát a világ megváltója, akitől az életem, üdvösségem függ. Ha hiszek az ő szavának, igének, és hiszek abba, aki őt elküldte, tehát az atyába, ha ezt tényleg hiszem, ha tényleg hiszed, akkor örök életed van. Nem azt mondja Jézus, hogy majd, ha meghaltál, akkor örök életed lesz, hanem attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadtam Jézust Uramnak, nekem attól kezdve örök életem van. Hát most hiszitek-e ezt? Komolyan. Mert ez az evangélium, ha mi ezt nem hisszük, akkor a kereszténységünk nem ér semmit. Ilyen éles a kérdés, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus, aki ezt merte mondani, ezt merte állítani magáról, azért merte, mert valóban az volt, és ő igazolta. Ő minden szavát igazolta. Tessék csak meggondolni, mikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor nem 5000, majdnem 10000 embert lakatott jó pár kis kenyérkével, meg 3 hallal. Megmutatta az ő isteni hatalmát, hogy ő a mennyei kenyér. Amikor azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, akkor megnyitotta a vakon született szemét. Ugye? Tehát mindig igazolta, amikor kijelentett magáról valamit, akkor azt mindig igazolta. Amikor azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, akkor feltámasztotta Lázárt, a 4 napos hullát. Egyébként leírják, hogy azért 4 napig várt Jézus, mert a zsidóknál volt egy olyan
hiedelem, hogy a halott körül ott marad a lelke három napig. És addig még vissza lehet különböző trükkökkel csalni a lelkét a testébe, de 3 nap után már nem. Hát Jézus még ezt a hiedelmet is ki akarta iktatni, hogy nehogy valaki azt mondja róla, hogy ó, igen, ez egy ügyes rabbi, ezért valamit tudott, és visszaparancsolta Lázár lelkét a testébe. És akkor direkt 4 napig várt, hogy mindenki megértse, hogy milyen hatalommal cselekedte, amit tett, hogy valóban ő a feltámadás és az élet. És erről beszél itt. És testvérek, ne nyugodjunk meg, hogy nem tudunk ebbe hinni. Ne szégyeljetek, hogyha nem tudtok hinni benne. Ne szégyeljetek, de ne is nyugodjatok meg, mert ha Jézusnak igaza van, most gondoljatok bele, ha Jézusnak igaza van, akkor mit veszitek? Hát az örök életemet, ha nem hiszek benne. Az örök életemet. Tehát azt mondja, hogy az ítéletet egészen a fiúnak adta át az atya, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát se, aki őt elküldte. Tehát igen, ezért mondjuk mi keresztények, hogy a Szent Háromság egy igaz Isten, mert mi valóban imádkozunk Jézus Krisztushoz, és valóban Istennek tartjuk, és megváltónknak, üdvözítőnknek valljuk. Tehát ezt komolyan kéne venni. Nagyon szeretem Jó Sándort, ő volt valamikor Cseri Kálmán előtt a pasaréti református lelkész, és az egyik igehirdetésében azt mondta Jó Sándor: én 30 éve állok ezen a szószéken, mondta, és már többször elmondtam, hogy Istenről még csak beszélni se lehet Jézus Krisztus nélkül. Tetszel neked tenni ezt a mondatot? Hogy Jézus Krisztus nélkül Istenről még beszélni se lehet. Miért? Mert nem tudnám, Jézus Krisztus nélkül nem tudnám, ki az atya. Ez ilyen világos, ilyen tiszta, csak tényleg a hitünket kell hozzáadni, de hát mi van, ha nincs hitem? Na hát ezért menjünk vissza az elejére, hogy Uram, hát gyógyíts meg. Akarsz meggyógyulni? Igen, szeretnék hitre jutni. Szeretnék meggyógyulni. És akkor nem tehetek mást, mint Úr Jézus, könyörülj rajtam. És ő könyörül rajtam. Én tényleg könyörül azokon, akik segítségül hívják az ő nevét. És aztán tényleg nem lehet úgy, hogy én nem akarok Jézussal foglalkozni, én az atyához megyek. Hát nem mehetek. Nem mehetek. Nem fogad. Nem fogad. Miért Jézusért fogad? Mert ő halt meg a bűneimért. Ezért. Ő hárította el az akadályt, a bűneimet. Ő törölte el. Nincs többé róla megemlékezés. Amit én megvallottam Jézus Krisztusnak, őszintén, fájdalommal a szívemben megvallottam: Uram, ezt tettem, ezt nem tettem. És bevallottam a bűneimet, akkor hű és igaz, így mondja az ige, hű és igaz az Isten, megbocsát és megtisztít minden gonoszságtól. Akkor rendeződik a dolog. Így kezdődik, és csak így lehet megtérni, hogy először Uram, gyógyíts meg. Aztán minden ígéret az enyém. Minden ígéret a tied. Tehát Jézus azt mondja, igenis, Isten azt akarja, hogy a fiút, hát ő küldte el, nem? Hát belőle való. Jézusról azt mondjuk a nicei hitvallásban, hogy valóságos Isten a valóságos Istentől született és nem teremtetett. Egy lényegű az atyával. Ezt valljuk a nicei hitvallásban. Ez az egyik ökumenikus hitvallásunk, amit minden, legalábbis történelmi keresztény egyház elfogad. És akkor azzal fejezném be, testőrök, hogy Jézust idézem újra, a 24. vers: bizony, bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abba, aki elküldött engem, annak örök élete van. Pont.
Ugye tetszene kértem, milyen súlyos kijelentés ez, hogy nekem örök életem van. Hát ő mondta. Hát ő mondta. Az Isten fia mondta. Akkor higgyem el. Persze csak akkor, ha hiszek benne. Ez az egyetlen feltétel. És aztán újra megesküszik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és ez most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogy az atyának van önmagába élete, úgy a fiának is, fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagába. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Tehát azt mondja aztán Jézus, hogy most eljött az óra, hogy a halottak meghallják, akik a sírba vannak. Mert először én szerintem a lelki halottakról beszél Jézus. Mert én tudom, milyen dolog a lelki halottnak lenni. Nem tud az ember hinni igazán, hiszem is, meg nem is. Egyszer biztos vagyok benne, máskor egyáltalán nem. Örök kételkedés és örök lelki zűrzavar. Amíg meg nem térek, amíg meg nem kapom a Szentlélek ajándékát, amíg ő bennem bizonyságot nem tesz. Ugye Pál így mondja a Róma 8-ba, hogy a lélek segít a mi erőtelenségünkön, mert még kérni se tudjuk úgy, ahogy kell. És a lélek által mondhatom, hogy Abba, Atya. Tehát a Szentlélek tudja belőlem, mint egy imádtatni az Istent, mint egy hitre juttatni engem. Ez ember fölötti csoda. Ezt nem lehet megparancsolni, ezt nem lehet kizadni, erre nem lehet intellektuális utakon eljutni. Ehhez kell a Szentlélek Isten hatalma, hogy én meg te hívő ember lehessek. És ez Krisztus által adatik. És ezt magyarázza Jézus, hogy örök élete van, és akik meghallották az Isten fiának a hangját, és én addig nem hallom meg. Akkor hallom meg, mikor a Szentlélek Isten az ő szavát. Hát most Jézus beszél hozzánk, ugye, amiket én felolvastam, ez az ő mondatai. És egyszer csak a Szentlélek Isten elvégzi azt, hogy hát most tudom, hogy ő mondja. Hiszem, hát tudom, hogy Jézus Krisztus mondja azt, hogy ha hiszek, akkor örök életem van. Erre kell eljutni, testvérek, és ne elégedjünk meg kevesebbel, hiszen az örök életünkről van szó. Holott tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Ha őszintén azt mondom, Uram, látod, hitetlen vagyok, kételkedek, nincs bizonyosságom. Jézus azt mondja, akarsz meggyógyulni? Akkor mondd nyugodtan, igen. És akkor ő hatalommal szól, és hit ébred a szívedbe. Erre akar minket eljuttatni, mert ezeket a mondatokat nem lehet a Szentlélek nélkül hittel megragadni. Nem lehet. Ez az ember, így mondja Pál apostol, hogy az evangélium a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. Tehát a világ embere egyszerűen bolondságnak tartja az egészet. Meg én is, amíg meg nem tértem. És hogy lehet hitre jutni? Hát nagyon ilyen egyszerű. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. A Szentlélek által megelevenített isteni szó, amely megteremti bennem a hallást, a belső fület. És akkor értem az igét, akkor hozzám beszél az Isten, amikor kinyitom a Bibliát, amikor leülök és igét hirdetek, akkor egyszerűen hozzám szólóvá lesz a drága ige. Hát imádkozzunk, hogy az Úr elvégezhesse mindezt bennünk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te mindent megtettél, olyan mélyre alászkodtál értünk, hogy felvetted a mi emberi létformánkat, ezzel megszentelted az emberi létet, minket, embereket viszont felemeltél. Áldunk ezért téged, Uram, és azért jöttél, hogy elhozz nekünk az örök élet drága evangéliumát. És tudjuk, hogy te magad vagy számunkra az élet. Áldunk, Uram, hogy a Szentlélek által befogadható vagy. Olyan jó volna, mi is elmondhatnánk Pál apostollal együtt, hogy élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus, s amely életet most a testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Úgyhogy hadd legyen ez mi nekünk is szívből jövő hitvallásunká. Amen.